Szeretettel köszöntök mindenkit a sajtótájékoztatón, és köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Ahogy azt már bizonyára sokan kitalálták, akkor a sajtótájékoztató témájának és úgy igazgatók Bócsi Győző bemutatása. Rend kedvéért azért bemutatnám az urakat az asztalnál, mert szerintem senkit sem kell bemutatni. Kovács Ferenc klubunk tiszteletbeli elnöke, Bócsi Győző a klubigazgatónk, illetve Balogh Attila ügyvezető igazgató, akinek elsőként átcsapnám a szót, hogy pár szót szóljon erről a mai eseményről. Köszönöm. Én is szeretettel köszöntök minden megjelentet. Ahogy Gergő felvezette az eseményt, a mai sajtótájékoztató fő témája Bócsi Győző bemutatása, aki mint a Vidatonak cég klub igazgatója a jövőben a klub szakmai munkájáért irányolának meghatározásáért lesz felelős. Ezáltal elősegítve a hosszú távú építkezését a klubnak szakmai szempontból is, és reméljük, hogy sikeresen hozzájárul a jövőben kitűző céljaink elérés. Köszönöm szépen. Annyit az érdemben bocsátanak, hogy Bócsi Győzővel a sajtótájékoztató végén lehetőség lesz megadni interjút is készíteni. És akkor megkérném Kovács Ferencet, jó tiszteletbeli elnökét, hogy nagyon pár szót szintén az eseményekről. Köszöntöm a televízió, rádió és újságíró, illetve az írott sajtó képviselőit. Úgy érzem, hogy egy régi vágyunk kezd beteljesülni. Hosszú ideje töprengünk vezetéssel együtt, hogy valamilyen formában meg kell oldanunk a klubnál. Egy hosszú távú stratégiának a véghezviteléhez szükséges embernek a megtalálását elég kacifántosan fogalmaztam. Hozzá kell tennem, hogy a Győző nem az első pillanatban került ide hozzánk. Én már egyet erőködtem korábban, szerettem volna visszahozni edzőnek, azt hiszem 3 évvel ezelőtt. Való igaz, hogy akkor a magyar labdarúgás meg a mi helyzetünk sem volt olyan, egy kicsikét rendezetlenebb volt, mint jelen esetben. És akkor egy némi gondolkodás után nemet mondott. De mindig ott maradt a vezetésnek a fejében, nem csak az enyémben, hisz én hosszú időt eltöltöttem a Győzővel, és azt hiszem, hogy ha valaki kimer állni érte és a kezét tűzbe meri tenni, az én vagyok. Mindenféleképpen nagyon sok régi válogatott játékosokkal vagyok kapcsolatban, amikor bárkit is megbántanák. Amikor ez a pozíciónak a betöltéséről szó volt, elsőként mindig a Győzőnek a neve jutott az eszembe, és azt kell mondanom, hogy nem csak én nekem, hanem a vezetés egyetértésével történt meg ez a döntés, és korábban is ugyanígy. Hát most egy nagyon nehéz elhatározásnak, majd ő erről be fog számolni, egy nagyon nehéz helyzetet hoztunk ő neki, mert egy stabil, rendezett háttérrel volt a labdarúgást, ugyan teljesen mindig figyelemmel kísérte, főleg a Videoton és a Rábajtó működését, meg a magyar válogatott működését. És most, hogy felkértük erre a posztra, hogy végre egyszer a klubnál legyen egy olyan ember, aki a hosszú távú stratégiát véghez fogja vinni és segít az egész klubnak a helyzetét rendbehozni, már a játékos és a játékot és a játékosokat illetőleg. Azt hiszem, hogy ez most ebben az esetben be fog teljesülni. Én azt hiszem, hogy a klub is, meg jó magunk is ennél jobb döntést pillanat nem tudtunk hozni. A magam részéről kívánok sok szerencsét a munkájához, jó egészséget, és meggyőződésem, hogy mindnyájunk vágya teljesülni fog, hogy az egyesületünk ebből a topogó meddő helyzetből kilépjen, és elinduljon azon az úton, amit mi már régen tervezünk. Köszönöm.
Köszönjük szépen mi is, és akkor, ahogy mondani szokták végül, de messze menőleg nem utolsó sorban, következik Burcsi Győző, akit arra kérnék, hogy szintén egy pár gondolatot mondjon el az elképzeléseiről, terveiről, illetve hogy egyáltalán mit szolgálkozó feladatot. Tisztelettel köszönöm Pálló és a sajtó televízió képviselőit. Köszönöm Feri bácsinak ezeket a megtisztelő szavakat, mert tényleg ez egy komoly elismerés részemről. Amit el szeretnék mondani előjáróban az, hogy én önmagamhoz hű akarok maradni és létrehozni egy olyan európai szintű millió közeget, ahol lesz egy folyamatosság, ahol lesz komoly munka, ahol az emberek egymást tiszteletben tartják, az ellenfeleket tisztelik, a játékvezetőkkel nem foglalkoznak, és mindenki csak a saját feladatára koncentrál. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, természetesen meg kell találni a hozzá megfelelő embereket, akik ebből felfogásba tudják kezdeni, felkészíteni a csapatot, illetve a csapat körül dolgozó szakembereket is. Röviden arról, hogy hogy kerültem vissza, Feri bácsi említette nekem egy frappáns mondatom van, én négyszer, negyedszer vagyok a Videotonnál, kétszer játékosként, egyszer vezetőedzőként, és most jövök negyedszer, eddig minden sikerült, úgy gondolom, hogy ez a döntésem is abban irányolja ki a klubot, hogy újra sikereket tudunk elérni. Köszönjük szépen, és akkor következik az, amire azt mondom, mindenki vár, és a kérdések, úgyhogy most lehet akkor kérdezni. Talán most Dániel rendezi sportban azt szeretném kérdezni, hogy majdnem most 20 éve nincs a magyar tudó, hogy most mi vette rá, hogy itt az is, hogy visszatérjen. De Feri bácsi említette, hogy ugye rendezettek a körülmények. Én figyelemmel kísértem eddig is a labdarúgást, és ami nekem régi vágyam volt, hogy egy ilyen pozíciót tudjak betölteni, azt most sikerült megkapnom. Tehát nem edzőként érek vissza a labdarúgásba, hanem sportigazgatóként. Győző, 29 évvel ezelőtt Európa csúcsán volt a Videoton, de abban a csapatban voltál sztár. Most sejtem azért, hogy nem ilyen nagy öltörő célok vannak, ha bár nincs kizárva, hogy ugyanilyen célokat dédelgetsz. Hogyan tudod esetleg ezt a differenciát, ezt a különbséget feldolgozni, ami az akkori Videoton meg a mostani között? Szerintem a két időszakot nem lehet összehasonlítani, mi 30 évvel ezelőtt voltam teljesen más és teljesen más. A mostani gazdasági helyzet, versenyhelyzet, informatikai helyzet. Nekem a célom az, hogy továbbra is azt mondom, hogy legyen egy olyan csapatunk, mi kiegészítve az előbbi mondandómat, hogy Fehérváron érdemes legyen fiatalnak lenni, és ez már hozzátartozik az, hogy a fiatalok előtt legyen magyar példakép, hogy a magyar példakép legyen válogatott, és akkor a az utcán kint maradó gyerekek jöjjenek újra focizni, és újra Videotonba akarnak játszani, mert lesz egy felépített munkával megtöltött utánpótlás képzés, illetve felnőtt csapat képzés. Dobori Urás pedig ez azt jelenti, hogy sősebb szerepet kaphatnak a magyar fiatalok a csapaton belül? Nem értettem, bocsánat. Sősebb szerepet kaphatnak a magyar fiatalok a csapaton belül? Én azt mondom, hogyha olyan magyar fiatalunk van, aki tehetséges, az biztos, hogy szerepet fog kapni. Én azt is el kell mondani, hogy ezt a játékot pontokra mérik. Én azt szeretném, ha minél több magyar játékos lenne a keretben, mert annál könnyebb a helyzete mindenkinek, meg annál szerethetőbb klubot tudunk létrehozni. Tehát a feladatunk az, hogy saját nevelés, illetve magyar, és utána a külföldi játékost igazolni. Mennyire kaptál a szabad kezet? Köszönöm azt, hogy most a szezon végén lejár a szerződése hozzá gondoznak az edzőkületet például. Teljesen szabad kezet kaptam. Az edző választásban, vagy a játékos választásban is. A
valami kérdés van még? Hát ez mit kapcsolódó, amikor bárhatóan kinek a kapcsolódó, hogy és mikor fog eldönni, hogy ki lesz a vezető edző? Szerintem tudok én is válaszolni, a jövő héten sajtótájékoztatón bejelentjük, hogy ki lesz a vezető edző, illetve a stábtagok. Ez ezen már megvan. Nem, ha megvett volna, akkor bejelentjük most. Győzői Dani szerint az elmúlt 20 évben hányszor jártál itt a stadionban, és mennyire figyelt a videókon? Hát a nemzeti sport jár nap mint nap, tehát a nemzeti sporton keresztül kapcsolatban vagyok. Fehérváron sokat jártam, mert most építettem itt egy családi házat, ugye nem tudva, hogy én valamikor itt egy pozíciót fogok betölteni, de jártam gyakran itt a stadionban. További kérdés van még? Akkor köszönjük szépen nektek is, illetve a Kovács Ferenc tiszteletben lelnök úrnak és Bócsi Győzőnek is, illetve Balogh Attilának is, aki pedig külön interjút szeretne Bócsi Győzőt, az kérdeni nekem, mert most lesz erre lehetőség, jó? Köszönjük. Még külön meg fog kérdezni.